A nagyecedem. Elvesztettem Nagyecsedi nótákat adtak elő a helyiek azon a rendezvényen, amelyel elindult az élhetőbb Nagyecsed létrehozás a című projekt első ütemének fizikai megvalósítása. Számos olyan attrakcióval bővülünk, ami mindenképpen azt gondolom, hogy a közmegelégedésére fog szolgálni a jövőben. Ennek az első ütemnek a keretében konkrétan egy zöld felettű, rekreációs, porcélú park jön létre a rendezvényterünknek a sarkán. Nagy a csedélyek csak úgy tudják, hogy a régi diszkó helyén. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép park lesz ott az elkövetkezendő időszakban. Egy nagyon fontos beavatkozás lesz, hogy a régi polgármester hivatal helyén, ami non-profit szolgáltatóházként fog helyet adni a különböző szolgáltatásoknak az elkövetkezendő időszakban. Ez egyébként részben már most is így történik, de cserében nagyon szépen megújul, homlokzata, szigetelés, komplettető, belső burkolatok, új funkciók jönnek létre, tulajdonképpen egy új épület kerül a város szívébe. A jóléti tó környezetében további ingatlanok bevonásával közel 5000 négyzetméter zöld felület jön létre amelyekre örökzöldeket, cseréket telepítenek, sétányokat alakítanak ki, és újabb rekordán burkolatú kondi park épül. Ennek a projektnek nagyon sok szemléletformáló eleme is van, ami úgy szoktuk mondani, hogy egy ilyen humán eleme a projekteknek. Nem csak építünk, hanem különböző közösségformáló eseményeket, rendezvényeket is tartunk, ami koncentrálni fog a köztisztaságnak a megóvására, a megépített fejlesztési elemeknek a meg tartására, megóvására, rongálás elkerülésére, mert sajnos azért az előfordul néha-néha, hogy a nagyon sok pénzből megépült, nagyon hasznos attrakciók azért a rongálás áldozatává válnak, de bízom benne, hogy ez is hatásos lesz, és megőrzünk magunknak, saját hasznunkra és gyerekeink boldogulására ezeket az attrakciókat. A fejlesztés 1,3 milliárd forintos top plusz forrásból valósul meg, amely példaértékű nem csak a választókörzetben, az egész vármegyében. Erről a közgyűlés alelnöke beszélt. Nagy ecsed azért mindig élen járt. Élen járt a kultúrában, élen járt a hagyományőrzésben, a történelmi örökségek továbbvitelében, és élen jár a közösségfejlesztésben is. És ez a projekt, ez most lényegében mindent érint. Érinti a közösséget, azt a közösséget, amely itt él Nagy Ecseden, és érinti azt a történelmi hagyományt és kultúrát is, amelyre mi is büszkék vagyunk a vármegyei önkormányzatnál is. A sajtótájékoztatón azt is bejelentette a polgármester, hogy további 170 millió forintból hamarosan a bölcsőde is fejlődik majd. Jövő augusztus végéig ebből az összegből új csoportszabát alakítanak ki, új bejáratot és parkolót kap az intézmény.